az, amikor hallgatóink eljönnek például Miskolcra Erasmus ösztöndíjjal, vagy éppen Makovec ösztöndíjjal, az nem csak azt jelenti, hogy néhány hétig itt tartózkodnak és itt belekóstolnak a Magyarország egyetemi életbe, hanem azt is jelenti egyben, hogy az itteni jó gyakorlatokat, jó tapasztalatokat hazahozzák és bennünket is erősítenek. Kárpát-medence földrajza című kötetet a főiskola földtudományi tanszéke készítette, pontosabban ők menedzselték azt a munkát, amelynek eredménye egy nagy, átfogó, összefoglaló kötet. Mi nagyon örülünk annak, hogy a miskolci kollégák a saját munkáikba időnként bevonják a mi munkatársainkat, és természetes volt, hogy mi meg aztán fordítva a saját projektünkbe kérjük az ő közreműködésüket. Ezek a közös publikációk, a közös projektekben való részvétel, az olyan szakmai és emberi kapcsolatot teremt a két intézmény munkatársai között, ami emberileg is közelebb hoz bennünket. A hozzánk forduló kárpátaljai oktatókat befogadjuk, nem csak szállást biztosítunk számukra, hanem egy értelmes szakmai munkát, hogy be tudjanak kapcsolódni az oktatási folyamatba. Ugyanezt tudjuk kínálni a hallgatóknak, és különböző módokon próbáltunk gyűjteni részben egyetemi gyűjtőpontokon tartós élelmiszert, higiénés termékeket, jó minőségű ruhákat és készpénzt, és ennek keretében rendeztük meg az alapítványunkkal közösen a jótékonysági hangversenyt, amit a Bartók Béla zeneművészeti karunk tartott, és az ott befolyó jövedelmet is a főiskola javára ajánlottuk fel, és nagy öröm, hogy nem csak egyetemi polgárok, hanem külsős szervezetek és magánszemélyek is csatlakoztak ehhez, és adományokat juttattak el átutaláspénz formájában a főiskola javára. Most ebben tudunk segíteni, de azért remélem, hogy eljön az az időszak, amikor ezt már mint rossz álom elfelejtjük, és a valódi szakmai együttműködésre tud korlátozni a most aláírt kapcsolatunkat megbecsételő együttműködés.